vásár, hogy végül megállt, csak bámult Desiree. Desiree így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, cipőm, milyen ócska már. És ez úgy vonódott rá a dallamra, mint az álom. Őt a két álom össze, értem. Hibátlanul, énekelhetően, itt jött a lalalás rész, és akkor jött. Épp egy kocsma előtt gondolta, de ezért én mégis mondom, tantalántám így. De egyszerűen ott meg, és akkor, amikor ezt elénekeltük, én itt nem, akkor erről nem is beszélek, mert bármit mondok, igaztalan lenne. Egy biztos valamit, akkor az angyalok szálltak át a szobán, el is illattak rögtön. Megmutatták ezt a dolgot, ez megszületett, és mi meg esküszöm, hogy tudtuk, hogy valamit megcsináltak. És akkor azonnal rohanjunk, hagyjunk meg egy pár. Szóval, hogy ünnepeljük meg, ott akkor hírt egy Izola Berlin nevű helyiség, akkori kortól eltűen egy fiatal pár vezette, egy kicsi helyiség volt, egy gyönyörű Zsuzsika volt a... Zúcska cipőt egyeste már, oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult Desiree. Desiree így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda úcska vidék, a cipőm, milyen úcska már. Da-d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 a
Ilyen szép az ember. Ilyen szépek vagyunk. És jó élni. Jó estét kívánok, szervusztok. Tavaly ilyenkor, egy éve, augusztus 7-én halt meg Cseh Tamás, az Ördögkatlan Fesztivál védnöke,
sokunk barátja. Ez az emlékest, mint mindenki tudja, hiszen ezért jött. 17 óra 4 perckor halt meg Tamás, erre majd vissza fog térni ma este még. Én nem fogok sokat beszélni, csak amikor itt majolnak, akkor vagy mondok valamit, vagy nem, hiszen ha nem, az még talán néha jobb, hiszen ülünk itt a szépben, az éjszakában. A Téka zenekart hallották még előbb ott annál a kis oszlopnál, majd itt a színpad előtt. És most következik Víg Mihály. 4 napja már, hogy nem ettünk. Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey. Hey, 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 hey. Az a Lee, az ilyen fiú. Oregonban, mikor vállon lőtték, bár látszott rajta, hogy fél nagyon, csak ennyit szólt. Hey. Hey, 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 hey. Ez a Lee. Ilyen fiú. Átmentünk a városon, és lőttek ránk. Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey. Hey. Hey, 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 hey. Ez Lee. És Lee ilyen fiú. Egy utca sarkon megdögleni, hogy előre küldesz 4 másikat. Hey. Hey, 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 hey. Na. Ilyet. Csak Lee tudott. Mi már messziről tudtuk, hogy ő érkezik. Így csak Lee Van Cleef lovalék. Barlekom Charlie. Hombre és Lee, és a többi is mind összenéz. Igen, várják Lee, mikor érkezik. Hallod, csak Lee lovag. Hey! Hey, hey! Hang! Lee, most hol lesz? Jajjan! Fott Filtkernibe egy szép napon összekötözve érkeztünk. Hey, 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 hey! Lee-t vitték elől. Tenyerük élével ütötték a torkát, és a pofánkba ordított mindegyik, hogy nézd, 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 nézd. Látod, látod, látod? Lee hagyja magát. És akkor elvették a pisztolyát, és kötéllel vontották egy ló mögött. Hey, 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 hey. És Lee hagyta magát. Fort Filtkerni legyen átkozott, hol az égő perzselő napon. Hey, 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 hey. Lee a földre került. A
akinek van kutyája, az hallgattassa el. Vigye el innen el a kutyáját. Én meg énekelni fogok. A kutya meg ugat. Karaván halad. Éjszakra iszkoltunk, egy lucskos telet csak átvacogni. Hely! Hely, 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 hely! Négy beteg kutya. Utcasarkon átsorogtunk, mikor karomba markolt Dick, és azt kérdezte tőlem, hogy te, nézd, nem liadott? Nem. Nem lehet lí. Fényképész lett, az járta róla, és nevettünk, hogyha ez szóba jött. Hely, 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 hely. Nem, ez nem lehet lí. Homérosz egyesületi tag lett belőle. Utána szóltam, de elsietett. Tehát sosem felejtem azt a csinos zakót. Hát, toto, fognak és megdögleni. Lévan Cliff tudta ezt remekül. Bálekom Charlie. Halad, és csak lí, lova dobog. Hely, 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 mondd, lí, hol lehet. Hát volt az egyik. Harmincöt szimfónia, nikotintól bűzös a szám, samponom pálmai, érzik a hajam szagán. Egy órája ittom is, és annak is számom most éppen ilyen, plusz még a színfon. Kezem is van, és lábam is van, és úgy forgok, ahogy forogni kell. Szemem a hangra, fülem látás, és úgy forgom, ahogy forogni kell. Vízből merítnék, úgy, mint az okos asszonyok. Forognék, mint a róka. Inaknak páros tánca, inakban ezer év, az írha ezer ránca, a vastarló és szürke ég, vörös rozsdájú prény lobogása. Forgas inakkal végig a tarlón, képek a szemben, fordik a tarlón a dél, róka futása. A vastallon sanda futással,
ahogy a róka tud. Én olyan futásra születtem, a Makám együttre szólítom, és azért szólítom őket rögtön, hogy ha pakolászniuk kell, azt gyorsan meg tudják tenni. Egyébként pedig, amikor január 22-én a Bárka Színházban egy emlékestet tartottunk Tamás születése napján, azon a napon derült ki nekem, és ezért már túl késő volt, hogy Krulik Zolinak mondjam, hogy jöjjenek, mert akkor már kész volt a terve a műsornak, hogy ők néhány dalt írtak. Ezt majd Zoli pontosabban tudja elmondani Tamás halála napján, ha jól tudom. Ezt ő majd elmondja, és akkor mondtam neki telefonon, hogy hát most már januárban ez nem, de majd itt augusztus 7-én találkozunk, és íme valóban találkozunk, ők a Makám, akik ott pakolnak. Amikor a 17 óra 4 percet mondtam, akkor azt azért említettem, mert Tamás kapcsán sok olyasfajta dolog történt már és régebben, amikor egyszerűen a véletlent és a szükségszerűséget, azt összekapcsolódni látta az ember, nem tudta szétszálazni. Nem fogok erről filozofálni, mert nem tudok, de az, és a 17.04 majd jön később, de az, hogy ők Bereményi Gézával találkoztak, ami teljességgel véletlen, és mégiscsak szükségszerű, meg kellett, hogy történjen, mert ha az a találkozás nincsen, mi nem vagyunk most itt, vagy ha itt vagyunk, egész más okokból. És egy nagyon pici részt, pár mondatot egy könyvből, amíg Zoliék készülnek, erről a véletlenről. Egy éjszaka van 70-ben. Én már éltem bőven. Igen, 19 éves voltam. De nem én vagyok érdekes, tehát Tamás azt mondja, járat már nincs, éjfél körül lehet, várjunk csak a keletinél, már annyira fáradt vagyok, hogy leintek egy taxit. Az úttörő áruház magasságában a Puskin mozi előtt járhatunk, oldalra pillantok, ránézek a taxiórára, hogy ki tudom-e majd fizetni, és akkor így oldalvást a taxis és a taxióra közti résen meglátok egy 6-7 fős csoportot, ahogy vonulnak az Astoria irányába. Még emberek vannak szándékkal az éjszakában, velük kéne maradjak. Egy valakit, a Szent Jobbit fölismerem köztük, megállítom a taxit, átkiáltok, hová mentek, mondják, gyere. Kiszállok, csatlakozom. A Dohány utcában, a Zöld Fa nevű étteremben kötünk ki. Az később kocsma lett, de akkor még egy olyan hely, ahol van tangóharmonikás, akit aztán még évek múlva is fölkeresek.
ugrok egy kicsit. Tehát a zöld fa. Ülünk csapatban, söröket rendelünk, van köztünk egy lány is, utóbb kiderül Géza akkori felesége, a harmonikás énekel, bár lehet, hogy csak színezem, összetolulnak az emlékek, mi az, ami valójában történt, és mi az, ami már bevonult a legendáriumba. Valaki viszi a prímet, váltjuk a világot meg a művészetet, és akkor az egyik fiú csendben áthajol hozzám. Tamás, hallom, te gitározol meg énekelsz. Én mondom, hogy igen. És hogy angolul énekelsz, folytatja. Én mondom, hogy igen. Ma is látom a Géza arcát, ahogy felém hajol. Én írnék rájuk magyarul szöveget. Nem próbáljuk ki? Ezt mondja aztán. De igen, ezt mondom én. Mindezt a többiek nem hallják, ők zsongnak, vitatkoznak, közben valami csendesen megbeszélődik, nem is akármi. Azóta tudjuk, de akkor én magam sem veszem komolyan. Hol laksz? Kérdezi még. Iskola utca 35, válaszolom, és ő fölírja. Holnap 4-kor nálad vagyok, zárja le a srác, és folyik tovább a katyvasz. Meglepett, hogy tud a dallamokról, furcsa volt az egyenesség is, ahogy mondta, ennek ellenére azonnyomban elfelejtettem a megbeszélteket, olyan volt, mint akkoriban a többi ötlet. Tervek ezrei kovácsolódtak, hogy majd filmet csinálunk, forradalmat csinálunk, festünk, könyvet írunk. Aztán úgy felejtett el Tamás, hogy el is aludt otthon, de szerencsére otthon aludt délután, amikor Géza csengetett, és akkor kinyitotta Tamás az ajtót, és aztán elkezdtek írni dalokat. Következik a Makám. Nem tudom.
nyár, a fagy halálkaszál. A szívemben csak hét csapok, talán ma meghalok. Köszönjük szépen! Ez volt egy olyan dal, amit Makámmal valójában nem játszottunk, és mindenki azt mondta, hogy ez olyan Cseh Tamásos. És hogy tavaly meghalt Tamás, elkezdtem dalokat írni, de egészen másokat, mint eddig, másokat, mint a Makám dalok. Nagyon személyesek a szövegei, és szép lassan össze kezdett gyűlni ebből egy csokorra való, ebből fogunk most még hármat eljátszani a tavalyi termésből. Süllyedek, mint a Titanic, se kő, se dinamit kezemben sose volt. Ki az élő, s ki a volt, a zene szól a süllyedő hajó. A pultosán már valahol láttam magát, még oda hát egy éjszakát táncoltunk át. Emlékszik, hogy nem már volt, ki az élő, s ki a hold. Alámedő. Emlékszik,
félő, s ki a hold. Egy olyan dalt szeretnék elénekelni, ezt így zenekari kíséret nélkül, amit akkor írtam, amikor Tamás temették, aznap éjszaka. Sajnos nem jutottam el a temetésére, messze voltam, és a Duna TV-ben ment egy emlékezős film róla, azt ameddig tudtam, néztem, aztán kiültem egy kertbe, és ez keveredett belőle. Télítőn három órát álltam egy koszos tükör előtt, egy vasúti vécében jobb éjjel még mielőtt. Gyanussá váltam, s ki gyanús volt, kussolhatott. Lassan múltak el testemről az ütés nyomok. Gevarás pólóban, a sósrabokban megláttam valakit, akit a napokban felismerni éltem, a tévében márait olvasott, mi rólunk hallgatott. Csak szóljon, szóljon.
a csillagos ég. Nem szavar a légi folyosókon gyors repülők. A gyors repülőkben gyors kezinők szolgálnak némi italt. Amitől azt hiszem az út feldiktat. Alattam óceán s a sós habok. Megint arra a lányra gondolok. Ferrara, Pádova, Verona, Velence, Párizs, London, New York. S az a szerence, amit egy lány adott. Aztán ott hagyott Amsterdam főterén. Azóta is, ha megállok magamban, hallom az éneket, valaki kéreget, s azt a fényképet bámulom, ahol még együtt algigetben, mi ketten, csak szóljon, szóljon, szóljon a dal, a csillagos ég nem szabad, csak szóljon, szóljon, szóljon a dal, a csillagos ég nem szabad, csak szóljon, szóljon, szóljon a dal, a csillagos ég. Eredics Dávid játszott fúvós hangszereken, Kös László ütő hangszereken, Boros Attila basszusgitár, Tornai Zóra ének, gitár, Kozenszky Králi ének, Dáczkovi Egerű ének, Krúli Zoltán gitár. Halló!
A kinyílt egy varjút, udottra néz rám, majd elröpül. Tudok mondani ezt-azt, János, aki itt sugdosott nekem, a fesztivál díszvendége, író, költő, drámaíró. Ennél a könyvnél is segítkezett, bele is van írva, hogy mit csinál. Van ennek neve, csak nem tudom mostan pontosan, és nem fogom megtalálni, de... Szerkesztő, azt mondja János, hogy szerkesztő. Arra emlékszem, hogy mutattam neki, ahogy készült a könyv. Most ez nem a könyv bemutatója, csak ebbe kapaszkodom. Nem vagyok jártas ebbe a zenekarok jönnek-mennek megoldásában. Tehát odaadtam az első felét, és akkor... Elolvasta, beszélgettünk, de azzal kezdte rögtön, és az nem volt jó, fájt, hogy láttam a papírokon, ami ott előtte volt, hogy az első nem tudom hány oldalát volt húzva. És tulajdonképpen aztán egy csomó tanácsát nem fogadtam meg, és ezt megfogadtam, és dur bele a közepébe. Nem ezt mondta szó szerint, de mégiscsak valahogy így. És azt hiszem, hogy annál, ahogy én gondoltam, hogy kezdjük el, biztos, hogy jobb a könyv kezdése. És ez Hály Jánosnak köszönhető, aki egy, mondjuk az sajátos népi hangszerrel. Éppen tegnap beszélgettünk itten vele, Kis Tibivel, Mucsi Zolival, Rátóti Zolival, és felolvastam Hály János életrajzának egyik változatából egy mondatot, amiben ő, mint a nép gyermeke, ezzel a kifejezéssel élt már, mint Hály János, tehát a nép gyermeke egy citerával ül ott középen most, és várja, hogy megszólalhasson. Tehát akkor újra mondom, az általa választott, nem véletlenül választott dal következik, és ez nekem legalábbis eszembe fog jutni az ez zárásakor. Köszönöm. Ki előtt a
kaput becsukták, és azt kiáltják, rosszkor születtél, megáll a csöndben, és arra vár még, hogy tánki szólna, ez most csak játék. Ott áldogál még, amíg az este, az ő estéje leszáll a földre. Aztán elindul kettős fasorban, végül kilép az üres világba. Fejébe húzva kerek kék sapka, simára húzva, földdel beszegve. Az úton nem tűz mellé virágot, holtáig hordja égbolt sapkáját. Érdemes ember. Ez, amit elmondok, behunyt szemmel is látta. Látott egy nagy messzinnet, egy kőhegyet. Ahogy így nézi, lassan, hogy egy érdemes legény kapackodik fel. Kezibe csákány. Úgy volt nevelve, hogy a nyelinél fogja. Kapaszkodik ott tetejébe fel. Különben a kőhegy se nagy, se kicsi nem volt. Nyaka gránit, palástja fenyőerdő. Volt neki hecsegli bokorból szemöldöke kettő. Amikor szétsen volt, gondolkozott. Mikor szél fut, nézelődött. Itt volt neki egy kiugró sziklaszírt, amint te csak egyszer szánkáztál le. Kapaszkodik oda a legény egy csákányja, s a kőhegy csúpja alatt egy fél miatyányival megálló. Püf! Püf! Amennyi követ a kőhegy adott béhöngörítté a völgybe, szekérre vitte az embereknek. Né! Kő! Hát aztán... Ez templomot, az istálót, ez börtönt épített. Kinek a milyen hajlama volt? Egy nap! Ez a kőtörő gyermek kopogassa a hegye. A hegy fogyatkozik a gyermekéből. Plü! Plü! Egyszer csak megüti a filit. Így hang. Hát azt mondja, te ki vagy, hogy ilyen tüdőd van?
kicsi vagy átmondod, mutyuk, világ, mutyuk, szólj! Menj egyet, pökök! S te nagynak változol! Hát azt mondja, kőtörő gyermek, olgos ide! Töröm a követ sőrendel, kerít tovább, jöjjö! Jó, szerut, szerut! Másnap jöjjön a gyermek, kopogos a hegyet, megíti a másik filit. Így hol? Nem érted, milyen kicsi vagy ebből a mucsuk nagy világba? Ne! Állítom a bátron, jöjje! Jó, szerusz, szerusz! Jöjj a harmadik ma! Na ne se mondó, ha egyet nem igazítasz a cselekmény. El ne felejtsem, jöjj a harmadik ma! Gyermek, kapaszkodj! Kenyegeti a hegyet, kopogassa, faggassa. Egyszer abba hagy, felsóhajt. Máskülönben egyik orcájáról ilyen veríték zúr, szotty, másikról pogy, mert két egyforma verítékcsepp ebbe világba nincs. Felsóhajt! Ó, be jó lenne. Csak egyszer király lehetni, mennyivel jobb volna? Hát éppen arra jött a kőhegynek a tündérje. Még üté a fülit ez a beszéd. Egyet pökött! Királynak változott a kóma. Te, ilyen orcimpályú legényen hordozták őt egész nap. Csontos válló. Hát azt mondja, most már rakjatok le, mert megzsibbadtam. Hagyjatok békime! Lesz fel! Jó volt lapfal, sok ünnep fel. Köznapos ünnep, sok. Lerakták! Árnyékba. Elaludt. Igen, de a nap a maga útján haladott. Mikor lássa, hogy egy király van az árnyékba, az ő kedve magas, úgy megpirította a fél pufáját, mikor megébredött, mint akármelyik szolgája, pontosan úgy kellett vakarodjék, alá se. Én nem tudom, a nap nálam hatalmas. Be jó lenne, de csak ma egyszer. Ha nap lehetné, hát tudd meg, hogy arra járt a tündé. Mert ha nem, elakadna a mesé. Hála jó Istennek, éppen arra tempózok. Pökött! Tudod, mi lett? Napfogyatkozás. Ezt nem tanítsa. A király felszottyant az égre, s az egy kis idő. Tudod? Felszújtjon! Nap lett belőle, amerre lépett, vagy kiződült a táj, vagy elaszott. Attól függ, melyen kedve volt éppen pontosan. De legjobban azt szerette, mikor az árnyékban legkevesebb egy igazgató helyettest még látott. Ez szolgálaton fejül volt. Ezt tetszett neki legjobb. Megy a nap! Eppen valakinek pufáját pirítani indult, mikor egy említésre alig érdemes, nagyon szürke felhő megállott előtte. Állj oda, bértetődé! Szürke felhő semmibe vette. Elől-hátul növekedésnek indult. Te semmire való, innen te el nem húzódsz. Úgy megvágla, hogy a kórház minden ablakán te nézel ki. Értetted? Ezt még a korábbi tudományából szedte össze, mert
Azt hiszitek, a kocsma felett nem áll még a napécélécél? Tatám mondta, vigyázz, melyik belépsz, bé! Mely kocsma felett sirályok röddösnek. Kerülj! Ott vizezik a bort, fia. Te onnan óvatosan menj oda, de a melyik felett a nap megáll! Na ide! Off! Nagyon szürke felhő megállt. Felsóhajtott a nap. Látom, ugyan valós igaz-e? Nekem erősen úgy tűnik ez nálunk hatalmasabb. Bejóvon a felhőre. Hát elég halkan mondom. De a tündér orrolja. Hát most mit csináljon az idejéből kiteli? Bájó, napból felhőre, amerre úszott-kúszott a tájon, az vagy kiződült, vagy árvizek lettek. Attól függ, melyen kedre volt. Szolgálaton fejű volt neki, melyik fa magasabbra nyőtt, kapta a dorokát, odapra nyitott. Mikor látta, hogy valaki hitván beszédre csücsorítsa az olyokat. Zubbony a zsebiből egy pár kötet villámlást elévett, ahol is az idő teli. Sú! A komának a galléria mögé oda pászított. Tudod, hogy hol elformátlanodott az illető? Persze ez rég van. Na most! Mert a felhő uszik-kuszik. Ösvenyel, irányol. Egyszerű, jólunk sík tájon. Sík tájon. Hegyetlen, vögyetlen. Sík tájon, húszik, kuszik. Lássuk, hogy magába ott egy kőhegy. Igen, büszke. Gránit. Palástja fenyőerdő. Hegyetli bokor a szemődök. Nezelődik. Igen, büszke. Hát ugye lapájon még a halom is hegynek hiszi magát. Há, még a hegy. Úgy tetszett, fejről is valamire büszke legyen. Felharagudt a felhő. Felébe úszott. Azt mondja. Ó! Húzd magad apróra, jöjje! Hát a kőhegy gondolta, hogy pár ezer éve itt van. Amekkora, akkora. Felhők jönnek, mennek, mind ugyanazt akarja, hagyjanak neki békében. Ez így még tisztán kacagságra veszem. Egyszer nálam a hatalmasok. Már jó lenne! Egyszer kőhegy lehetnék, bizony úristen! Ó, bejó. Hát arra jött éppen a tündér, de tudd meg már, mi volt öregedve. Annyi volt egyik ajakó a másikon, mint két száraz, gyalulatlan teckó. Így nincsen szolgálat. Hála Istennek, valami megerjedek szőlőli az ékerünk között. Elég táptorka volt neki, alkatilag. Úgyhogy, mikor nyert a jó megerjedett szőlőlé, szartyon korty, korcson szorty. Mert mint ahogy két egyforma veríték csepp, úgy két egyforma nyelet sincs, ez különben mindegy. Viszont igaz. Na! Elnyelte! Ura volt, hogy pökjön, hát pökjön. Neki változott a felhő s kőhegyre. Hát én nem tudom mennyi időt, egyáltalában nem tudom. De jó, jó darabocska időt ott ült a tájon. Telegetett az idő, fényferegtek az órák emerről, túl a hetek. A minuták elé hátra szaladoztak, hogy most melyikbe kapackodjanak belé.
az idő zerdezéjjel futott. Egyszer, hogy valami szél fut, lássuk ki, hogy valami finom pofabőrű gyár még jövöget félve. Csúpja alatt én miocsányom, megállok! Ott a kiugró szikla szírt felé. Nem folytatom. Itt ehet egy kicsi sáncot ütött, egy kicsi árkot. Itt a sziklaszírt felett egy V betűt ütött. Itt járt Vili. Túl árok! Szóval sánc. Feje, esény sánc? Itt járt Vili. Sánc! Felszólal a kőhegy. Hát így, ahogy ő tudott. Párásom. Magad innet elpusztulj. Hát engemet a térképészek se ismernek. Állj oda, bjújé. Hogy elmű? Semmi! Püf! Dolgozom. Felsóhajtott a kőhegy, ahogy lehetett. Nem tudom, nálam ugyan valóst hatalmasabb. Hát jó lenne egyszer kőtörő lehetni. Szóval tehát, hogy kőtörő! Arra jött a tündér, de nagyon vén volt. Annak annyi volt a két füle, a fej nincs túl, mint a tapló az öreg tőgyfán. Két felő. Te mit gondolsz? Csak máma szári csákon lavort a háztetőn, hogy este híreket nézze. Régen is úgy volt. Neki igazított a tiszta véletlenségből tihanynak a fülit. Mire 15-ször ugyanaz hangzott el, keresett egy kicsi szőlőlé, szartyon kortkortyozott. Ura volt, hogy pökjön. Neki változott a kőhegy, kőtörő lett el. Hajnaldik? Kapackodik. Ami követ, a kőhegyot köszöni. Viszi. Kinek milyen hajlama van, az kezd abba. Bevezetésképpen egy dal egy 1986-os Királyi Magyar Televíziós produkcióból, amit Tamás énekelt, talán Cserhalmi Györggyel együtt. Ez rövid négy sor, Zrínyi Miklós sír felirata. Befedez a kék ég, ha nem fed koporsó. Órám tisztességes, csak légyen utolsó. Akár farkas, akár emészen megholló. Mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Részem, kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált,
a jobbik részem. Belőlem valaki útra vált, és én utána néztem. Jól van, hát menjen, tűnjön el az én jobbik részem. Először úgy tűnt, semmi sem változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részem. Az én jobbik részem. Azóta járom nélküle a végtelen világot, s valahogy mindent nélküle más színben látok. Hosszasan nyújtózik minden út, valahogy nincsen semmi úgy. Minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jobbik részem. Tarararararararam, tarararararam. Tiririririririn, tiririririn. Tarararararararam, tiririririririn. Tarararararararam, tarararararam, tarararam. Győzni sincs kedvem nélküle, énekelni sincsen. Szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt, tán gyerek, aki belőlem elveszett. Elvitte minden kedvemet, magával hűtlen ringyó jobbik részem. Az én jobbik részem. Arcomba vág, úgy ébredek, a fény az izzadt ágyban. Témfergek, csavargok nélküle, tán erre vártam. Mit se kell már itt féltenem, tán erre vártam, ez jó nekem. Kicsusszan belőlem hirtelen a kígyó, hűtlen kígyó jobbik részem. Az én jobbik részem. Keshet, vigyorgó arc tekint rám a rossz tükörből. Tompák a szagok, máz a szín, és a csend csörömpöl. Félre se néztem, annyi volt. Elment belőlem, itt hagyott. Magával vitte, nincs titok. Nincs titok, útra vált a jobbik részem. Nincs titkom, mióta útra vált a jobbik részem. Én már úgy vagyok jó, ahogy így vagyok. Én már nem leszek másik. Matatni szeretek, álmodok egész kipusztulásig. Azért van csak, mert itt vagyok. Mit is mondhatnék, nincs titok. Magával vitte, itt hagyott. Valaki útra vált a jobbik részem. Az én jobbik részem. Köszönöm szépen a szerzők nevében. És még egy kis históriát szeretnék elmondani. Hadd emlékeztessek, vagy figyelmeztessek rá, hogy a Cseh Tamás Bereményi páros históriás énekeket is írt. Születtem Magyarországon, 87 éves vagyok, fejemben összekeveredtek példecik s kormányzatok. Neveltek haza szeretetre,
hittem az Istenben is. Harcoltam két háborúban, s túléltem az Istenben is. Elhagytam kérném vagy 39 asszonyt, s vagy két annyi elhagyott. Tankcsapdákba húgyoztam, ettem lótetemet, és mégis itt vagyok. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, féldecis rezsimeket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábain áll önök előtt. Fiam bór idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul? És ahogy magukat elnézem, egyik sem beton kemény, hát elszállnak az első szélre, mi lesz itt, kérdezem én. Ezen a bejátszáson 2007 augusztusában látjuk Cseh Tamást, akkor már ugye beteg volt, de eljött Pulára, a Művészetek Völgyébe, a Bárka kikötőbe, az Ördögkatlan előzménye, és ott néhány dalt Novák Jánossal elénekelt, és most ezt, aki ott nem volt, még biztos, hogy nem látta, és aki itt van, az is nehezen fogja látni, mert egy mobiltelefonos felvétel lesz. De ez azt hiszem ritka kincs, és ez most az a pillanat. Tehát miután a kaposváriak elkezdték azt a Csönded vagyokat játszani, fölhívtam Jácintot, és mondtam neki, amit most is mondok, hogy nyomd meg a gombot. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, de égig ér.
most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket? Dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csend neked.